spinning, cardio-fight, deep work és zumba. Egyebek mellett ezeket a sportokat próbálhatták ki a résztvevők a Halloween sportesten október 31-én a Városszéli Hipermarket előterében. Az ingyenes programokhoz bárki csatlakozhatott, aki kedvet érzett egy kis mozgáshoz. Teleki hajnalkor rendszeresen sportol, ami meg is látszik rajta, a nyilvános torna pedig egy cseppet sem zavarja. Nagyon érdekel a sportnak ez a műfaja, és igazából ezért szeretek sportolni, mozogni, szeretem az ilyen ritmikus zenés dolgokat. Most így nem zavar, hogy többen néznek is? Nem, abszolút. Nem akarok soha megfelelni senkinek, csak magamnak. A szoboszlói oktatókat megkerestem, hogy csináljunk egy ingyenes sportnapot. Na most ez egy ingyenes sportnap lesz majd januárban. Itt egy egész napos sportnapra gondoltunk, és szóltam a Tesco-nak, hogy esetleg tudnának-e nekünk segíteni úgy, mint tavaly, mert tavaly is volt egy ilyen sportnapunk. És szóltak nekem vissza rögtön másnap, hogy jöhetnénk Halloweenkor. Ez volt múlt héten kedden, úgyhogy egy nap alatt kellett megszerveznem az egészet, és mivel 4 órától 10 óráig tudunk itt lenni, nem tudtam minden oktatót belehozni, de majd az ingyenes sportnapban, ott remélem szoboszlói összes oktatót sikerül összeszednem. Mi a tapasztalat, hogy hogyan szokták ezeket fogadni, akár az oktatók, illetve akár a résztvevők? Én úgy látom, hogy szeretnének több ilyet. Tehát szerveztem már sok ilyen sport összejövetet, és én nagyon azt tapasztalom, hogy van rá igény. Mind az oktatók részéről, meg mind a vendégek részéről, mert elég sokan mozognak Szoboszlón. Ilyenkor a vendégek mit szólnak egy ilyen nyilvános bemutatkozáshoz, hiszen ugye azért hozzá vannak ahhoz szokva, hogy hát csak a kis csoport van ott, és már gondolom zömmel ismerik is egymást, hogy ilyenkor nincs az, hogy valaki azt mondja, hogy hú, hát azért én így nagy közönség előtt nem nagyon szeretnék, vagy a lányok is örömmel fogadják ezt. A lányok is örömmel fogadják, de nyilván van ez a réteg, aki a fanatikus, őket nem érdekli, tehát ők akkor is jönnek, hogyha nézik őket, és van az a réteg, aki azt mondta, hogy hát nem fognak engem nézni, és akkor nem biztos, hogy jövök, tehát ez változó egyénileg. Az edzőket arról is megkérdeztük, hogy hetente hány alkalommal érdemes tornázni, illetve hogy a táplálkozásra mennyire kell odafigyelni a mozgás mellett. A 7 napból 5-ször minimum érdemes eljárni, és ez azt jelenti, hogy különböző óratípusokra, tehát kardiótól kezdve erősítőre, mindenfélére azért, hogy a változás meglegyen. A körülbelül, aki rendszeresen jár, és fanatikus, azok akár 3-4-szer is elmennek, de az átlag, én azt mondom, hogy azért 2 alkalom. Tehát átlagban inkább a többség heti 2 alkalom, de az még csak szinten tart, tehát attól még nem érünk el változást. Ahhoz, hogy valaki változást érjen el, és mondjuk hajlandó sokat mozogni, tehát akár mondjuk 3-szor, vagy esetleg 4-szer is hetente, az étkezésére mennyire kell odafigyelni? Az étkezés nagyon fontos, tehát hogyha arra nem figyelnek oda, akkor hiába mozognak, akkor nem érünk el eredményt. A spinninget kinek ajánlod? Gyakorlatilag nemre, korra való tekintet nélkül bárki csinálhatja. Igazándiból nincs is az a két lábon ki nem járható betegség, nem is tudom, hogy lehet ezt másképp mondani. Tehát gyakorlatilag minden korosztály, mindenféle problémával, akár még egy rehabilitáció utáni állapotot is, egy térműtét, egy szívinfarktus utáni állapotnak a rehabilitációjában egy kicsit a szíverősítés. Tehát gyakorlatilag elég széles körben lehet ezt használni, tényleg nincsenek határok. A spinningről gyakran lehet hallani, hogy nagyon jó sport, viszont érdemes mellé más kiegészítő sportokat is alkalmazni, tehát súlyzós edzést akár, te ezzel mennyire értesz egyet? A lényeg az, hogyha valaki elkezd valamit csinálni, én mindig javaslom, hogy valamit mellette még csináljon, ne legyen az, hogy belefásul az ember, és hamar rául. Mindenképpen javaslom esetleg a súlyzós edzést, más koreográfált mozgáskultúrás sportot. Gyakorlatilag amihez kedve van az egyének, az bárki, bármikor, bármit csinálhat.
fontos, hogy élvezze, amit csinál, és hogy ne fásuljon bele. Legyen életforma, legyen egy, gyakorlatilag kísérje végig az embereket élete végéig, mert így tud teljes, egész normális, egészséges életet élni a sport mindenek előtt, szerintem. És a helyes táplálkozás, tehát arról se feledkezzünk el. Nagyon fontos. A kettő együtt alkot egy kerek egészet. Van egy általános tendencia, ha valaki gyakorlatilag életmódot akar változtatni, alakot formálni, 20-30% a sport és 70-80% a táplálkozás. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha ezt betartja az ember, akkor van fejlődés, van látszatja, és elégedett a végén az ember gyakorlatilag. Mi az, amire mindenképpen oda kell figyelni a táplálkozásnál? Vagy mi az, amit semmiképpen nem szabad enni, akkor így kérdezem. Én mindig azt mondom, mindent lehet enni, csak mértékkel. Fontos a napi többszöri táplálkozás, 5-ször egy nap gyakorlatilag, és ahogy megyünk a nap végére, mindig egyre kevesebbet, és a délután, igazán jó, amit javaslok, a délutánok folyamán már a szénhidrátot kerüljük, amennyire lehet, és ne estére hagyjuk a főétkezést, mert akkor elrontottuk az egész napunkat. Tehát ez, amit követni kell, tehát igazándiból ez az aranyszabály. Mértékkel mindent lehet, én nem vallom azt, hogy csak fehérjedús, csak a vitaminok, csak a zöldség, csak a gyümölcs, mindenből lehet, hiszen mindenre szüksége van a szervezetnek. A szénhidrátra is, ugye igazándiból az agynak az egyik alap üzemanyaga a szénhidrát, ha azt megmondjuk, nagyon durva dolgok történtek, felborult az egyensúly, betegségek, alultápláltság, stb. Tehát mindent mértékkel, ez az egy, amit javasoltok mindenkinek.